İşte nossa, mostra que chato, aqui tem um gosto. Ash, NBA 2K23, Carrier, Gameplay videónkban, karriert nyomunk, Szala István néven nyomulunk ezerrel, és egy point guardot csináltam. Megmondom őszintén, picikét beleuntam már a center, Jézus Isten, az a csáv, hogy varázsszőnyegen van, ő maga Aladdin. Szóval egy picikét beleuntam már, megmondom őszintén, a center gameplaybe, mert hát... az már egészen megy, és nincs benne nagy challenge, nincs benne nagy kihívás. Valamint ugye a My Team-ben látom, hogy nagyon szarú megy nekem a dobás maga. Úgyhogy átállunk arra, hogy kicsikéti point guardok legyünk, picikéti alakítsuk a játékot. Na most tudom, mindenkit érdekel, hogy milyen a build, nem a legcombosabb. Megmondom őszintén, nem szeretem amúgy azt, hogy megnézni a neten egy buildet, és akkor az alapján megcsinálni, ami a legbaszóbb, meg nem tudom én mi, mert akkor abból is kivész az egyéniség szerintem, vagy úgy valahogy azt érzem, hogy az úgy fos. Nem hiszem, bőven erre mondom, hogy nem hiszem, hogy a legütőképesebb buildet raktuk össze, sőt, vannak hiányosságok. Tehát úgy nézünk ki, igazából egy ilyen sharpshooting shot creator buildünk van, ugye point guardon, 186 cm magasak vagyunk, tehát relatíve alacsonyak egyébként point guard pozícióra, 88 kg és 188 cm wingspannel, tehát ugye maga a karfesztáv, nem is tudom, hogy lehet magyarra lefolytani. Mindenesetre a close shot az max 70-en lesz, a driving layup is max 70-en, a driving dunk az max 38, tehát nagyon nagy zsákolásokat mi nem fogunk bemutatni, szóval alapvetően a dobásra vagyunk mi kitalálva, olyan szinten, hogy látjátok, hogy gyakorlatilag a tripla az maxos lehet, 99-es, a midrange shot is 90 maxban. A free throw ugye az nem volt olyan fontos, de mivel mi azért fogunk ugye NBA meccseket is játszani, ott azért eléggé kell a büntetődobás. Úgyhogy az úgy lett, meg aztán majd francia lett, hogy majd racket is nyomunk, vagy valami, vagy nem tudom. Egyébként, hogyha valaki szeretne velem jönni parkozni, az nyugodtan jelöljön be engem, Kalória kapitány ott fent, vagy írjatok egy e-mailt, az lesz a legegyszerűbb. Discordon sajnos elég ritkán vagyok, tehát nem annyira szeretem azt a felületet egyébként, megmondom őszintén. De mindegy, hogyha valaki játszik PS5-ön, az jelöljön be, és akkor hogyha lát ebbe potenciált, amit én tudok nyújtani, akkor az tök jó. A passz pontosság az 80 lehet max, tehát a passzra is akarunk amúgy egyébként alapozni. Szóval picikét ilyen Jason Williams jellegű playert akartam én csinálni, hogy dobni is tudjak, nem mint hogy arra lett volna, azért tudod dobni, de leginkább a játékos társaimat akarom jobbá tenni körülöttem. Tehát én mindig is inkább ilyen support guy voltam. A ball handle viszont 90, tehát hogyha crossoverekről van szó, akkor tudjunk esetleg ugye magunknak dobást kialakítani. Ezen is akarok fejlődni, hogy jól tudjak labdát vezetni, illetve a cseleket gyakorolgatni. A speed with ball is 93-as lehet maximum, úgyhogy már dobni tudunk jól, akkor jó, hogy jó gyorsak is tudunk lenni. Na viszont ami a legszarabb az egész buildben, ami a legnagyobb hiányosság, és ezzel amúgy picikét így gondban is vagyok fejben, hogy lehet, hogy de az, hogy most már újat nem akarok csinálni, mert most már 66-ra ezt is felhúztam. Úgyhogy nem tudom, szerintem marad ez. A perimeter defense az max 60 tud lenni. Szóval eléggé nagy, szerintem elég liability-k leszünk majd mi védekezésnél. Főleg az, hogy a lepattanókat teljesen leszartam, ugye. Ami nagyobb gond, hogy a steal is minimumon van, és nem is lehet fejleszteni 25-ösön. Szóval a perimeter defense is 60. Na majd meglátjuk, tehát ez itt gond lesz szerintem, ez a defense hiányosság. A speed az ugye 88 lehet maximum, a gyorsulás az 74, vertikára azért hagytam, amúgy fogalmam is mi a szarnak maradt rajta, amikor a driving dunkunk azért rakás szar. Mindegy, van vertikál, úgyhogy örülhetünk neki, és a stamina az ugye alapból 74 lehet maximum, az se a legkimagaslóbb. Szóval látjátok, eléggé kompromisszumos, meglátjuk, mit tudunk csinálni. Picikét ilyen Stephen Curry is, amúgy, hozzá teszem, úgyhogy majd meglátjuk. Na jó, van 1005 pontunk, úgyhogy a dobás az amúgy 75-ön van most, az egészen jó. Passzpontosság, ball handle, lehet, hogy a ball handle-re, az hogy ilyenkor olyan drága minden, hogy megőrültök. A perimeter defense-t húzzuk egy kicsikét, mert az nagyon lagymatag, tehát úgy el blowbyolnak mellettem, mint a rohadás. Úgyhogy ennyi. Na, van viszont, kizumolunk már, mert ez így nagyon idegesítő, van team practice, amit amúgy sose tudok, hogy hol van. Konkrétan mögöttem, ha minden igaz.
Aha, ott van. Szóval egy team practice lenyomunk, és igazából amúgy maga a karrier egyébként szerintem borzasztóan fárasztó, mármint ez a questezős lófasz. Szerintem baromira fárasztó, mert ugye külön questeket kell megcsinálni ahhoz, hogy te itt izélj. Itt amúgy van valami... Get ball... Nem tudok beszélni Poppal? Pop! Start drills. Én nem akarok ilyen drilleket csinálni, én olyat akarok csinálni, amit én választok ki. Ez viszont nagyon jó, hogy ez benne maradt a játékban, hál' Istennek. Hogy te külön a badge-eket tudod húzni föl. Nyilvánvalóan a shootingra fogunk rámenni. És agility shooting. A dobással még azért gondba vagyok, őszinte leszek veletek. Szóval ez ugye olyan, hogy így gyakorlatilag így belállsz, eldobod, aha. A szó korai? Nem, az jó volt. Ezzel még azért gondba vagyok. Ugye beállítottam azt, hogy legalább azt lássam, hogy korai vagy nem. Igen, ez egy slightly early volt. Szóval a dobásokkal gondba vagyok, ahogy a My Team-ben is. Gyönyörű. Az jó. Oké. Okay. Ugye is meg kell kerülni mindig egy-egy bóját, és akkor igazából csak befutni ide. Let's get it, baby. És próbálunk egyébként nagyon értékes csapattársak lenni. Kettő meccsen vagyok túl, tehát hogy nagyon nem. Nyilván a Summer League az nagyon jól sikerült, természetesen. Ugye az alapból gondolom úgy van megcsinálva a játékban, hogy az baromi könnyű. Tehát ott gyakorlatilag minden bement. Ott az nagyon komoly volt. És megvan az első shooting badge-ünk is. Let's go. Ugye az összes shooting badge az Hall of Fame tud lenni. Tényleg ez volt a lényeg, hogy a dobások tudjanak működni. De ugye még nem vagyunk kész. Hát playmaking, esetleg a playmakingre nyomunk egyet. Mert miért is ne? Az a gond amúgy, hogy a gyűrű közeli befejezésünk is elég ratyi. Tehát láttátok szóval, hogy így az a nem. Hiába vagyunk gyorsak, az a gáz. LU passing, nézzük meg azt. Csomót nem is csináltam még, megmondom őszintén ezek közül. Ugye alapból mindig is center voltam. Na nézzük, LU passing. Ez igazából self-explanatory. Ezzel nem hiszem, hogy gondba leszünk. Szóval, ja, én tényleg arra akarok rámenni, hogy most ez... Oh my, Sohennel nyomom egyébként, by the way. Tök jó. Fuss be! Úgy. Ez az baby. Connection baby. Ja, hát is ugye, mint észrevehettétek, a San Antonio Spurs csapatát erősítem. Direkt egy ilyen gyengébb csapatra gondoltam, hogy igazából olyan brutál nagy star power nincsen, ugye. Relatíve könnyen szerintem ki fogunk tudni majd tűnni a csapatból. Aztán majd meglátjuk, hogy mennyire valid ez. Igazából tényleg két meccsen vagyunk túl. Az Indiana Pacers ellen nyertünk. Nem miattam. Természetesen nem miattam, de nyertünk. Az jó volt. Na még egy playmakinget. Ez amúgy jó volt. Ezek könnyűek ugye igazából. Amúgy azt nem tudom, hogy a nehézségi szinttel változik-e az, hogy mennyit ad rá a badge-re. Ezzel nem vagyok tisztában. Úgyhogy, ja, úgyhogy nyomjuk, próbálunk fejlődni. Hogyha tetszik nektek ez a sorozat, esetleg akkor nyomjatok egy lájkot rá. Igazából én a karrier módra már rég nem fordítottam elég nagy... az szép volt, Bessi. A karrier módra nem nagyon fektettem... Várjátok, kezd már kicsit béna lenni, kicsit kezdem ellezserkedni. Hopp, úgy. Közelebb kell menni, hogy rám húzódjon Bessi. Úgy. Szóval nem folytottam nagy hangsúlyt a karriermódra, megmondom őszintén, mert talán, hogy unalmasnak tartottam, hogy esetleg sokan unalmasnak tarthatják esetleg tartalom szinten. Meglátjuk. De mindenképpen akarok túlkérezni, csak a megmondom őszintén a Na nézzük, ez easy volt, nézzünk egy médiumot. Pick and roll, 2, pick and roll, combo, rec, attack, pick and roll, 2 a 2. Na, ezt nézzük meg. Oké, okay, official attempt. És akkor gyakorlatilag csak magától lepasszolt. Mi van? Mi van? 7 attempts to score with the pick and roll. Aha, assist 50 pontot ad, 3 pointer 75-öt, call for screen. Jó, hát fura volt az előbb, mert magától lepasszolta. Gyere csak. Na, erről beszélek, hogy még azért az ütemek nincsenek meg egyáltalán, sajna. Sajna bajna, viszont az most egy slash. Splash that, erről van szó. Nagyon jó. Ez amúgy a playmakingben igazából mit ad hozzá? Be kell fejezni. Nem, jó. Hogy a playmakingben igazából mit ad hozzá, hogyha én csak így eldobálgatom, az egy remek kérdés. Mi nem a shootingra ad? Az lehet, hogy bátor volt. És így elpöcizi a picsába. Na jó.
Ez nagyon gagyi lesz most, srácok, ez most nem lesz meg. Gyere csak! Van időnk amúgy, nem kell kapkodni. No need for rush. Aha, slightly early. Nagyon érdekes, próbálkoztam kísértezgetni jump shotokkal is. Nagyon szép. Próbálkoztam kísértezgetni jump shotokkal is. Ez tűn nekem a legjobbnak egyelőre még, én nem nagyon csináltam sajátot. És ez az meg 300-at adott, köszönöm szépen. Hát igen, nyilván a csillagtól is számít. Ennyi volt amúgy az edzés. Van egy nagy drill, azt most mi ki fogjuk hagyni, megmondom őszintén, mert az ilyen hosszú. Az ilyen nagyon hosszú, és most nem akarom ezzel húzni az időt. Hát viszont van egy shooting badge-ünk, ami nagyon jó, kíváncsiuk az első körben miket lehet majd berakni. Hadlám. Ugye badges, és akkor shootingban van egy. Na szóval ugye a kettes tierhez gondolom már kettő, nem. Nem, már a kettes tiert is lehetne csinálni. Green machine, catch and shoot. Nyilván a limitless range az a hármason van, köszönöm. Volume shooter after an additional boost to shot. Corner specialist claymore, increased ability to knock down perimeter shots when spotting up patiently. Guard up, clutch shooter, shot attempts that occur during the final moments, nem. Midi magician. Aha, az ilyen midrange-ekre. Aha, érdekes, érdekes. Én lehet, hogy erre a space creator az mi? Increases player's ability to both hit shots after creating space from the defenders, as well as cross up on opponent's step back moves. Volume shooter. Én a volume shooter-t adnám. Látod, és akkor ahogy megy föl, úgy fog egyre többbe kerülni, ugye? Na jó, van már egy shooting badge-ünk. Confirm changes in exit, baby. Ennyiben. Az a csávó, azt a kurva. Na! Akkor, következő meccs, come in right at ya. Kérdés ugye, hogy milyen quest van most éppen. Welcome to the league, handle your business. Vajász, hogy... Complete handle your business and control the narrative. Ezeket meg kell csinálni. Akkor ezeket megcsináljuk. Na, ez nekem, ez számomra, megmondom őszintén, értem, hogy próbáltak egy picit belerakni valami extrát, hogy élettel feltölteni a city-t, de basszus az, hogy most érted meccseket, nem az van, hogy te nyomod a meccseket, amikor akarod, hanem hogy közben még menj vissza abba az irodába, beszéljél, nem is érdekel amúgy mi a sztori, megmondom őszintén, srácok, mert annyira cheesy számomra ez általában, hogy nem igaz. A lényeg az nagyjából, van egy Greg Owens nevű csávó, akit velünk együtt draftoltak, és akkor van egy ilyen rivalry köztünk, de annyira nem tud érdekelni. Szóval ezeket én általában el szoktam skippelni, megmondom őszintén. És nem is fogom belerakni a videókba ezeket a pofázásokat, mert számomra fárasztó, aztán persze kinek mi az, az már, tehát mindenkinek más az ízlése. Head to the top takes, ja igen, mert volt egy ilyen. És akkor most érted, menjek el a 338 méterre lévő lófaszhoz, és akkor ott is cseverészek. Jó, értem, hogy egy kicsit ilyen life szimulátor jellegű, meg tényleg a karrieredet így egyengesd még a pályán kívül is, de... Így úgy vagyok vele, hogy én játszani akarok. Játszani akarok. Tehát kosárlabdázni szeretnék, és nem pedig ezzel szarakodni. Most az ott mi? Itt van. Nagyon jó, itt a stúdió. Szóval megvolt a podcast beszélgetés, ugye Shep Owensi beszólt nekünk, aztán most így vissza, válaszoltunk rá gyakorlatilag a Kendrick Perkinséknél. Hát, baromi érdekes. Úgyhogy minden esetre jön a következő meccs. Ugye Payday jön utána, ilyen 800 VC szokott általában adni, 700-800 körül. Amivel kvázi, igen, a seggemet törölhetem jóformán, de... It's a grind, baby. It's a huge fucking grind. Na, ugye a drip az amúgy abból áll, van egy Kyrie 1-es cipőnk, ez a legolcsóbb az egész cityben, úgyhogy ezt vettem meg, ezt a piros cipőt, ebbe mászkálok mindenhova, és ebbe játszom a meccseket is. Nem is tudom, kik ellen, Philadelphia ellen megyünk, fú, az komoly lesz. Nem akarok itt ünneprontú lenni, de van egy olyan érzésem, hogy ki fogunk szopni. Aztán persze meglátjuk, remélem nem így lesz, reméljük, hogy nem így lesz. Welcome to the arena. Amúgy annyira bírom, hogy bemegyek az arénába a városon belül, és valamikor Philly-ben vagyok, valamikor Indiánában vagyok, valamikor meg San Antonio vagyok, tehát itt nem lett ez túl gondolva. Na egy pár dobást azért elengedünk, mégiscsak érezzük meg a feelingjét, hogy hogy is van ez a release. Most egész jól érzem. Igen, nagyjából ugye az az elképzelés, nagyon kell figyelni, és az a baj, hogy, hogyha picikét elkezdek pofázni közben, akkor már nem érzem annyira amúgy
a release-t. És amúgy csak azt kell figyelni, ugye, hogy gyakorlatilag azelőtt engedd el, mielőtt ő is elengedi a labdát. Nagyjából ennyi az egész. De mégis valahogy idén nekem, számomra fejben nehezebben áll össze ez az egész. Amúgy most kurva jól megy a dobás. Reméljük ez a meccsen is így lesz. Olyan picinek tűnik ez a pálya ennyi emberre. Anyád, most kurva jól ment a dobás. Na nézzük! Philadelphia 76ers, ugye Harden, Embiid, Maxi. Gyönyörű lesz. Nem is tudom, kit kell majd fognom. Természetesen a padról jövök. Na, Pop. A legendás Greg Popovich edző. Az alatt, az ember alatt tanulni, meg kosárlabdázni nagyon jó lehet. És hát remélem amúgy a legjobbakat a San Antonio Spursnek való életben is, ugye. Amúgy nagyon fiatal a brigád. Majd lesz valami. Egy sztár nagyon kéne oda, megmondom őszintén. Szerintem egy tapasztalt veterán nagyon kéne oda. De hát ki vagyok én, hogy ezt megmondjam, ugye? Nem is tudom, kit látnék ott szívesen. Őszintén szólva. Na nézzük, akkor ugye szimuláljuk a dolgokat. Természetesen már az elején ugye elhúztak 3 ponttal, a Momentum egy picikét feléjük áll. És James Hardent fogom, srácok, te jószagú úristen! Hát Hardennel én mi a szart fogok kezdeni? Na hát ez érdekes lesz. Mindenesetre Tobias Harris a vonalon áll, és akkor várjuk, hogy mi lesz belőle. Harris egy nagyon jó játékos. Kihagyja! Na give me the ball! Na nézzünk valamit. Srácok, fönn van Sohan. Egyébként azt hiszem észre, hogy Collins-szal tudok a legjobban összejátszani. Azt meg kell csinálni, Collins! Úristen, megfogadták vele a labdát. Kár érte. Pedig jó lett, amúgy azt föl kellett volna tennie simán Hardenen, szerintem az működhetett is volna. Collinsnak most! Gyönyörű, pick and roll. Elzárás, leválás, tudjátok jól, my team-be is folyton ezt nyomom. Na nézzük Hardenen, mi a szar tudunk kezdeni a szar defense-ünkkel. Hát igen, gond van. Majd meglátjuk, hát próbáljuk minimalizálni a pontokat, amiket dob rajtunk az úr. A Beard, nagyon szép védelem, Sohan a lepattanón, gyönyörű. Megyünk előre, eldobjuk a triplát, kár volt. Nem baj, meg kell, igen, forró fejű vagyok még, ez nagyon kár volt. Nagyon kár volt, türelmesnek kellett volna lennem. Hero Bolt játszottam, kár volt érte. Valaki steal-t, kár volt érte, falt. Nem baj, picikét le kell nyugodjak, mert nagyon-nagyon sok baromságot tudok csinálni pillanatokat, és az van, hogy elkezd csőstől jönni a baj. Ha elkezdesz hibázni, csőstől elkezd jönni. Tucker a screen-el. Nagyon szép. Valakinek az arcán pattan meg. Az all the way, baby. Jó, most neked is nyugodtnak kell lenned, ez az, jó? Oké, nyugodjunk meg. Ugye én vagyok az, aki formálja az egész támadást. Basszus, de kár érte! De gyönyörű lett volna, uramatyám! De gyönyörű lett volna, Tobias Harris! Nem jó! Szenved amúgy az a Philly, nem tudom miért szenved a Philly, de szenvednek! Sohan nem jön semmit, hoppa, ez nagyon szép, meg el kellett volna dobni, fiam! Nagyon szép ball movement, let's go! Jajjaj, mintha magamat látnám my teamben olyan. Nem baj, hosszú még a meccs, úgyhogy még van lehetőségünk bőven. Sohan, az a baj, Sohan nem tudom megkérni pont, hogy Sohan legyen az, aki nekem screent adjon. Szóval most befutok! Let's go, baby! The finger roll! És egy highlight play! Let's go! Backdoor cut! That's how you do it! Harden, van 2 pontunk, nagyon jó. Már jó, rossz nem lehet. Nyilván általában az asszisztok szoktak dominálni nálam. Még egyelőre, Tyrese Maxey, így van, és faltott. És már bónuszban vannak, és még 1 perc 17 van a negyedből. Tyrese Maxey, szerintem automatikus lesz mindkettő. Nem is kérdés. Maxey, nagyon szép. 16-12, nincsenek elhúzva, én azt hiszem, ez nagyobb blowout lesz őszintén. Mondjuk ez is az első negyed. Aha, let's go baby, let's go. De jó lesz ez majd, srácok. Ki kell fordja magát a buildnek. Gyönyörű, magamra kell hívni a figyelmet. Amúgy nem is értem, hogy miért foglalkoznak velem ennyire. Egy full rookie vagyok, szardobással. Szóval most följönni nagyon hálás feladat. Éreztem én, hogy el fognak indulni majd durván. Kiadok egy screent is, miért is ne, és most kérem vissza, hopp. Az most egy mismatch egyébként, szóval ezzel valamit kezdeni kéne. Nem pont így.
jaj, more. Szép. Lesz valami, mit csinálsz? Kérem a labdát. Collins. Ezt eldobom. Bassza meg. Brick. Úristen, Embiidet fogom. Uha. Nem marad senki. Tobias Harris. Nem tudja. Nagyon szép Collins. Tuckert kéne fognom, csak mozizok közbe. Tucker. Switch. Tuckert megpróbáljuk megfogni. Egy jó contestet azért odaadottunk neki. Oké, hát teljesítmény szinten egyre azért van egy eladott labdánk, ami nem a legjobb. Az a labdavezetés, látszok, ez szörnyű. Szóval egy passz lehetőség. Sohan. Nagyon szép. És B-ra kerültünk. Ezt kell csinálnunk. Egyelőre ebből fog állni a játékunk nagy része egyébként. Dobni merhetnénk jobban, de nem bízok magamban, még nincs önbizalmam. Ben Simmons vagyok, az a helyzet. A Philly ellen amúgy nagyon, nagyon semmik vagyunk sajnos, tehát több pozíción is túljátszanak minket. Ugye Tucker egy nagyon jó védő. Midrange, baby! Let's go, ez az, minden egyes pontnak kell örülni, amit be tudunk dobni. Amivel jobbá tudjuk tenni a csapat munkáját, az nagyon jó. Ugye a 34-ben járunk, 2 perc 42 van hátra. Relatív egész sokat játszhatnak egyébként, az jó. Amikor center buildet csináltam, akkor sokkal kevesebb játékidőt kaptam. És ugyanúgy a San Antonio-ban voltam. Harrell. Milton. Milton talán még le is tudom fogni. Harrell. Nagyon szépen ott hagytátok. Miért? Jó, mindegy, hál' Istennek kihagyta. Jöhet a labda. Szarnak le a társaim. Ez mindig egy jó dolog. Midrange, hatalmas brickeket dobunk, srácok. Hatalmas, most ilyenkor kit fogjak? Hát inkább ott a... Milton? Azt a kurva. Annyira el vagyunk még ragadva, annyira le vagyunk még ragadva ezektől a játékosoktól, sebességben meg mindenben, hát nyilván ilyen a karrier. Kiharcolok egy faltot, ez az? Ezt most valahogy éreztem, hogy jönni fog a falt. Mindkét büntető kell, Ray Allen a büntető formánk. Ezért mondom, hogy sajnos kell az a rohadt büntető érték. Mert azon még lehetett is volna ugye spórolni pontokban. De így, hogy alapból, hogyha tényleg, mert ugye parkba, hogyha csak parkba csinálsz ugye billet, akkor le kell szarni a büntetőt. De hogyha ott is rekkezni akarsz, akkor már, és ott is falt megint. Hogyha már rekkezni akarsz, akkor már ott megint kell a büntető, tehát nem feltétlenül leszarható tényező az. Nézd, hogy talán az overall teljesítményünk amúgy egész jó, jelen pillanatban. Egész jó. Lehetne ez még jobb is. Általában pick and roll-t játszunk tényleg az, ami működik. Jaj, Móni. Hoppá! Még egy faltot kiharcolunk, erről van szó. Megint megyünk a vonalra. Ahhoz képest, hogy ugye nagyon szar a befejezésünk a gyűrű körül, érdemes lehet néha oda menni, mint látjátok. Nem számítanak rá is. Itt is van leadership plusz egy mit tudom én mi. Nagyon jó, nagyon jó. Jaj, a nagy leader, bazd meg, ugye? És az benn is van valószínű, így van. Jó, semmi gond, semmi. Igazából figyelj, sajnos azt kell, hogy mondjam, a csapat az kudarcot vallott így a meccsen. Most már ezt már így visszahozni már nem lenne egyszerű. Hopp, azt lehet, hogy eldobom. Most már elhiszem magamról, nagyon kár érte, amúgy nem kéne. Egyébként slightly early volt. Jó, kisegítelek, Dieng. Kérek még egy elzárást. Be kell dobni. Ez az, baby! Mekkora dobás, végre valami hullik is. Végre valami hullik is befele. El kell kezdenünk hinni magunkban, és jó lesz az. Meg kell tanulni dobni. Fia, ezt nem lehet máshogy tanulni, csak az, hogyha tényleg jössz és játszod.
És persze lesznek balfaszkodások bőven, de ez ebből áll, ez a tanulás, ez a process. És az a baj azok, hogy a védelmünk az nagyon-nagyon szar. Nem baj, nem szarjuk össze magunkat egyébként. Most tényleg ez egy olyan dolog, hogy önfejlesztés van, a csapattal is össze kell szokni. És tényleg az utolsó pár percre még nem, már föl se hoznak. 30 pontos szopó! 30 pontos szopó, srácok! 30! Oh my god, viszont 1953 plusz rajongó, köszönöm. I take that all day. Figyelj, nem volt ez rossz, tehát hullottak dobások, 10.4 assist. Szerintem teljesen, hát 43%-os field goal az már azért nem a legszebb dolog. B-s teammate grade. Szerintem rendben van. Szerintem rendben van, ugye lett egy új badge-ünk, egy playmaking badge. Szerintem nem rossz ez, meg a leadership goal is ugye kijött közben, és 828 VC, ami jött nekünk. Ugye ez az is befolyásolja, hogy milyen értéket kapsz. És van ez a My Brand dolog, ezt annyira leszarom amúgy, megmondom ezt, hogy ez így körülöl el mindent, hogy ilyen fashion, meg brand építés, meg a tököm tudja. Érted, amik olyan dolgok, amik engem annyira nem tudnak megfogni, megmondom őszintén, hogyha erről beszélünk. És amúgy nem, egyáltalán nem volt ez rossz teljesítmény. See what the team has come up with. Nézzük, hogy mit talált ki a csapat. Ez baromi nagy szopó volt egyébként most. 30 pontos, basszus, hát ez halálos teljesítmény a csapat részéről. Semmi gond, ugye most megint get back to the city plaza. Oda kell átmenni. Tudom, van gördeszka is, de rühelle, mint a szart. Tehát szerintem borzasztóan irányítható történet. Ja, mielőtt még elfelejtem ugye, a badge-et azért kiválasztjuk, a playmaking badge-et. Ugye itt is már tier 2-1-ből quick first step. Azt mindenképpen kérjük, a quick first step-et. De hát a 3 pontba kerül természetesen az első, bazd meg. Úgyhogy dimer, mindenképpen akkor a dimer. Valami legyen is. Ugye ezeket bármikor ki is lehet venni, hogyha akarom. Úgyhogy, hogyha akarok ezzel mókolni, akkor meg tudom tenni. És az nagyon jó lesz nekünk. Ugye most ilyen nagyjából ilyen 800 vízszink van, tehát ez baromi kevés, hozzáteszem. Úgyhogy azt még nem is fogom elkölteni fejlesztésre, mert kb. Maximum 1-2 pontot tudnék rárakni bármire, aminek úgy nagyon sok értelme szerintem nincsen. Shooting, ugye az a fontos nekünk. Nézzünk egy, van büntető dobós is, ami baromi egyszerű. Gyakorlatilag egy kézzel. Kösz. Ott van az. És az érdekes ebben, hogy ez is az korai volt, igen, bazd meg! Az érdekes ebben, hogy ez is doba a dobásodon. Tehát, hogy ez fejleszti a dobásodat, hogy a totál más dobás mechanizmus, mint amit ugye normál dobsz meccs közben, teljesen más, de mindegy. És közben így balra amúgy sasszézik el, és néha vissza kell lépnie jobbra, ne kérdezzétek meg, hogy miért. Ez szerintem a játékban az egyik legjobb büntető form, free throw form. És egy van még, lehet, hogy nem lesz két csillag, ami nagyon gáz lesz. Nincs két csillag, basszus, de szar vagyok. Úristen, milyen hülye vagyok. Bassza meg. Jó szar volt. Playmaking. Na nézzünk egy agility shootingot megint. Nagyon jó. Slightly late volt mondjuk. Amit egyszerűen így, bazd meg, egyszerűen így fejben nem tudok megérteni, hogy miért slightly late. Tehát végigviszem, figyelem a mozdulatot. Mindegy. Majd könnyebb lesz ez. Meg persze tudom, hogy lehetne ugye csinálni saját jumpshotot is, de a jumpshot creatorben megmondom össze, még nem nagyon mélyültem el. Pedig biztos, hogy az lesz majd az igazi. Na ott is meg lehetne nézni persze videókat, tisztában vagyok vele, hogy mi a killer jumpshot, meg minél gyorsabb legyen a parkban, meg amúgy fogunk majd parkozni is egyet, majd meccs után kimegyünk, megnézzük, hogy mit tudunk majd alkotni, de amúgy az a baj, szerintem kb. Lószar se fog hozzánk szólni, és ez kettő csillagos lett, ez a kibaszott agility shooting is, bazzeg. Gyerünk már, ez a, amikor megállott, és akkor így néz, mint egy darab szar, így földbe gyökerezik a lába. Az jó. Így van, gyerünk, futi. Már hullafáradt vagyok.
Mint a magamat látnám egy ilyen edzésen, amúgy komolyan mondom. Az jó! Mi a tököm? Az jó! Na, ugyanúgy engedtem el? Esküszöm, meg vagyok győződve róla, hogy ugyanúgy engedtem el. Ja, ott mutatja a csillagokat, aha, hogy mennyit ad? Aha, 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 látom, látom, jó, 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 oké, hülye vagyok teljesen, ott van, ott van, ott van. 1300 pontot ad ez, hogyha... De még hogyha egy csillagos is, akkor is 400, nyilván érdemes, hát nézzük ezt a lockdown-t, hát mennyire fogok én lockdown-olni. You are the on-ball defender in 5 different situations, stop the defensive, oké, okay. Hát ez komoly lesz. McDermott. Oké. <Okay. gül> Kicsi, ilyen szarak vagyunk. Jajjaj. Édes jó Istenem, Trae Young. Nem jó! McDermott. Nem lehet jó! Nem is az! Patrick Beverly! A posztban az gond. Nem jó! Hát de, mert alacsony vagyok ehhez, de ez friggis, ez hogy gondolja? Nem baj, erre úgy zsúrnom kell egyébként, jó ez, hogy egy picikét érzem. Nagyon jó, 3 csillag már, bazd meg! Mindjárt lesz az 2, ne aggódjatok. Vagy ilyenkor ez már nem megy lejjebb? Nem is tudom. 2 csillag, az teljesen jó, én azt vállalom. Bazze, aha, persze, majd a centert biztos le fogom fogni, az 100% power forwardot. Mindegy, a 2 csillag, bőven jobb, mint amit gondoltam. Bőven jobb. Mennyit adott? Nem rossz, 800 pont, az teljesen jó. Na, ennyi volt a practice már, ugye minden nap 4 drill van. És akkor megyünk a következő meccsünkre. Megnézzük azon, mit tudunk majd alkotni. Hát van egy félelmem, hogy... De egyébként basszus, nem olyan rossz ez. Nem olyan rossz. Ahhoz képest, hogy milyen szinten vagyunk, ahhoz képest egyáltalán nem rossz ez. Most kéne egy nagy win. Most kéne egy win, hogy az előző meccsen nagyon sok hülyeséget csináltam. Az elején. Leginkább az elején. Tehát nagyon, nagyon forró fejű voltam, hogy na akkor én most megmutatom, most azonnal dobok és minden, és baromi nem lett belőle semmi. Úgyhogy majd most elérkeztünk az epizód végéhez. Hamarosan érkezik a folytatás, jöhet az out. Ró, szeretted a videót? Rühelted? Írd meg lent miért? Instán, mailem, setupom, másik csatornám a leírásban. Menj rá Lukstába! Na csáá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 á